60 kg-os súlycsoportból. Két harcos hölgyet fogunk látni, két amazont. És hogy ne legyen egyszerű a dolgunk, Dr. Busa Gabriellán a piros sarokból kék nadrág van, és a kék sarokból Szűcs Erikán pedig piros. Van egy releváns magasság különbség a két hölgy között. Kíváncsian várom, hogy a hölgyek ezt hogyan oldják meg egymás között. Ugye nyilván az előzőleg felsorolt védőfelszerelésen kívül itt a hölgyeknek mellvédőjük is van. És nyilván a lágyékvédő az náluk is. És a magasság különbség, azt hiszem, hogy egész hamar kiderül. Legalábbis így az első menet első fél percében. Réka magasság különbségét nagyon jól kihasználva, szinte ütés távolságon kívül tudja tartani Gabriellát. Nagyon sok luftot rúg és üt Gabriella, ami egyrészt kizökkenti a ritmusból, másrészt pedig talán jobban fárasztja ez a küzdősportot vívót, mint hogyha ha betalált ütések, rugások lennének ezek. Réka nagyon szépen távol tartja magától Gabriellát, mind a ringen belüli mozgásával, mint pedig a magasság különbségét kihasználva. Bár ő is sokat luftol, nagyon. Nem egy szerencsés párosítás az ilyen, de nyilván ezzel is meg kell tudni küzdeni, amikor ennyire jelentős egy magasságkülönbség, és itt a felkészültséget nem is firtatom, hiszen nem ismerem őket. És Gabriella vállalja a további küzdelmet. Viszont megmondom őszintén, én még Gabriellától értékelhető bevitt ütést, rugást még nem láttam, viszont Réka elég sokat bevitt már. Másodszor is felemelte a kezét. És ez egy feladással történő eldöntés volt, hiszen Gabriella nem vállalja tovább ezt a küzdelmet. Talán érzi, hogy nem tud mit kezdeni Réka. Előnyével. Láthatjuk még egyszer a mérkőzésnek azokat a pillanatait, amit,
oda vezettek, hogy Gabriella feladta ezt a selejtező mérkőzést.